Ingyenes cuccok az iTunes-ban. Ebben a videóban erről fogunk beszélni, mert igenis van ingyenes cucc az iTunes-ban, ami mindenki megveheti nulla V-Bucksért, és egyetemben hoztam nektek friss hírt. Csapassátok szét azt a like-ot, iratkoztok fel a csatornára, nagyon szépen köszönöm, és térjünk is bele a témába. Mint szerintem mindenki várja, milyen ingyenes cuccok jöttek az iTunes-ban. Szerintem ezt fogom elsőnek bemutatni nektek, amúgy kettő ingyenes cucc van az iTunes-ban, amit mindenki megvásárolhat, hogyha bejöttek a Fortnite-ba az iTunes-ba, az első két cucc már egyből az. Access Core, egy backbling, ami elég menő amúgy. Őszintén, Chapter 4 Season 2 most került be, elég menő szerintem. Ez a backbling 0 V-Bucks, illetve GG Well Played, vagy Good Game Well Played. Nora V-Bucks ugyanúgy, ez is egy nagyon jól néz ki egyébként. Nagyon jól néz ki ez az emote is. Minden kill után benyomod ezt az emote-ot, és te vagy a boss. Te vagy a boss. De nem tudom, hogy nem ez a két cucc érdekel titeket, hanem legfőképp ez a bundle, srácok. The Coldest Circle Pack is set to release free today Epic Games Store-ba. Szóval az Epic Games Store-ba, lehetséges, hogy a Fortnite átosokban is, de nem lehet tudni még jelenleg, be fog kerülni ez a bundle ingyen, 2 óra múlva, azaz ma, Magyarország időpont szerint 5 óra, 4 óra, 6 óra, olyasmi. Szóval srácok, igen, ez meg fog jelenni ingyen mindenkinek. Eléggé brutál jól néz ki amúgy szerintem. Szerintem eléggé brutál jól néz ki. Tényleg, cuszli-mucli, alig várom, hogy bekerüljön. Egyébként quest pack is lesz, szóval szerintem a skint, vagy nem is tudom, a skin megkapjuk ingyen, és a többi cuccot majd a questtel, vagy lehet különböző stylokat kapunk a questtel, nem tudom pontosan, hogy mi ez a quest pack és mire van, de a lényeg az, hogy ingyenes, és írd le most a véleményt erről a skinről, ahogy most látod, tegyél pauzát a videóra, állítsd meg a videót, és írd le kommentbe, hogy mi a véleményed, így az első látásra. A második hír, srácok, amit elhoztam nektek, a Web Battles elindult a Fortnite-ba, a Web Battles Event, nagyon fontos, tudjátok már szerintem, és már ismeritek ezeket az oldalakat, amit a Fortnite mind promóz, különböző kihívást kell teljesíts, majd megszerzel különböző jutalmakat is, a legnagyobb jutalom ebből az egészből az egyértelműen ez a Spider-Mannek a pickaxe, aminek van egy build-in emote-ja is, oké, szóval ezt meg tudod szerezni 40 ponttal, és ha jól tudom, 40 pontot úgy tudsz szerezni, hogy 40 killt szedel össze a játékokba. Ennyi az egész. Nem tudom a többi jutalmakat, például login and choose a team, kapsz már egy sprayt, hogyha beloginolsz például. Vannak különböző jutalmak, itt van az emotikonok még, de a legnagyobb jutalom ez az a pickaxe szerintem. Oké, és ez a legnagyobb pickaxe. Menjünk tovább, srácok, tegnapi nap folyamán egyébként megjelent a Ranked mód. Na most megjelent a Ranked mód leaderboard is, azaz, hogy ki hányadik helyen van, és mennyire jó, és milyen ranke van, és blá blá blá. Srácok, ha hisztek, ha nem, Sweezy van az első helyen, nem tudom, hogy ki az a Sweezy, de GG neki. Ő az Unreal rangban van, egyértelműen az első helyen van. És nagyon fontos, Zero Build-be, lássuk csak, Zero Build-be Phase Replays. Oké, és ezt már ismerjük, ezt az embert már ismerjük. Szerintem ez az ember már azóta játszik, amióta megjelent a Ranked. Komolyan mondom, itt van Phase High Sky, ismerjük őt is. Biztos van még pár ismerős név itt, de én Matyulatot szeretném itt látni, őszintén. Oké. Ezen a listán belül egyetemben egyébként csak az Unreal rankokat mutatja be, oké, és szóval kell Unreal rankod legyen, ami a legnagyobb, oké, és ami a legnagyobb. Ezt szeretem volna nektek bemutatni, ezt is, illetve írjátok le kommentbe, hogy nektek milyen rankotok van most a Fortnite-ban, amióta megjelent ez a Ranked mód. Kíváncsi vagyok, én Platinum 2-es vagyok, és szerintem fogom grindolni hamarosan a azt a kis rankedet, mert eléggé szeretem, hogy komolyabban veszik ott a játékot, mint arénában is szerintem. Oké, és az utolsó hír, az nem a leghappybb hír. Srácok, Tömi valószínű most már, evel a tegnapi update-tal együtt, hogy 12-ben nem lesz final event. Ez azt hiszem már a második vagy harmadik season, hogy nincs event. Egy kicsit elkeserítő szerintem ez az egész. Vártam volna, hogy legyen event, főleg azért, mert tényleg nem volt már event egy ide, de vágytam volna egy kis akcióra a Fortnite-tól, mert nem tudom, szerintem
nem annyira köt össze a sztorihoz egy trailer, mint egy event, szerintem. Szerintem. De ja. Srácok, írjatok le kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek, csapassátok szét a like-ot, iratkoztok fel a csatornára, és minden jót. Sziasztok!